Szervusztok, gyerekek, üdvözöllek benneteket illő módon. Mint láthatjátok, elég nagy látószöggel. Ez most egy új okosság, egy akciókamera, de így vlogolásra is alkalmas, mivel van előlapi kijelzője is, méghozzá nem is akármilyen, hanem OLED és HDR. Itt láthatjátok a sétány végén ezt a kopjafákból kiépített emlékparkot. És akkor sétálok le kő alsóra, mert a 37-es vonalat fogjuk kicsit megnézni, ugyanis 1-től október 1-től nem jár a 37-es villamos, várhatóan egész hónapban, és ennek az okát szeretném földeríteni élőben. Méghozzá, mint láthatjátok, egy ilyen 37-es villamospótló busszal fogjuk ezt megközelíteni. Más alkalommal éjszaka már jöttem vele haza a könyves kőbányai sarokról. Mint láthatjátok, ezek ilyen elég érdekes, talán midibusznak hívják, hátul így keresztbe van az ülése, három darab, és akkor nincs itt a vezető bácsi, úgy látom, biztos elment cigizni. Így néz ki a vezető fülkéje, mint egy rendes busznak. Ez egy DJI Action 5 Pro nevezetű akciókamera. Egy ilyen totál általános kis mini állványra szereltem most föl egy GoPro adapterrel, mert ugyanolyan a csatlakozása. 4K60 ultraszéles üzemmódban vagyunk. Képstabilizálása elektronikus kétféle van. Abból a pluszosat, tehát a komolyabbat használom. És ami a nagy trúváj benne, hogy van benne HDR színprofil, illetve 10 bites felvétel. Ezen kívül egy HDR HLG üzemmód van. Most az van éppen bekapcsolva. Az a cifra helyzet állt elő, hogy ez a pótlóbusz csak 10 perc múlva indul, a troli meg 2 perc, úgyhogy inkább ezzel megyünk. Már is indulunk. Megtesszük itt a szokásos S-betű alakot itt a buszvégállomáson, és aztán megkivágunk a Pongrácz útnak. Hoppá, azt mondta Szent László tér, akkor ezek szerint változott az útvonal, mert régen itt a Korponai utcáról fordult ki közvetlenül a Pongrácz útra a vasúti híd alatt. Most már ez úgy látszik megváltozott, és akkor gyakorlatilag a 9-es buszvonalával megegyezően haladunk majd a Pongrácz út irányába. Egyébként ma figyeltem ki, hogy a 37-es pótló ugyanezt csinálja. Én a Szent László templom már, ami látszik belőle, a fák lombjain kereszt szemből érkezik a Tesó, meg a 28-al villamos, ezúttal Tátrával. Vegyes üzem van egyébként, ma már Hannoverit is láttam itt. És a gyönyörű füves pálya most még csak ősz van, tehát zöldellik szépen. Szemben a Kockapark. És akkor fölkaptatunk itt ezen a jó sok lépcsőn a
Pongrácz úti lakótelep című megállóba. Ez már itt a 37-es vonal lesz, mert állítólag itt is kaparásznak valamit, ha máshol nem, akkor a Sukanyarban, a kiserdőben, a vasút túloldalán. Kétharmadát már bejártam a Sukanyarnak. Úgy néz ki, hogy itt semmi nem történt, azon kívül, hogy a hónapból eltelt másfél hét alatt a sínek sínkoronája már eléggé megrozsdásodott. Már is megérkeztünk az őrházhoz, gondolom, hogy ez lehet az itt a vasúti vágányok között, mivel ami a villamoshoz tartozik, az ugye egy áramellátó épület, és talán egy toj-toj WC árulkodik arról, hogy valamikor itt történt, vagy történni fog valami. A Kolozsvár utcán végig tekintve, ameddig a szem ellát, semmilyen munkálatok nyoma nem látszik, viszont időközben elkezdett sötétedni, úgyhogy visszasétafikálok én oda a Pongrácz úti lakótelephez, hiszen a busz az csak 20 percenként jár. És ha már nem találtunk pályakarbantartási munkálatokat, akkor nézzük meg a döksort itt a Trolli garázsban. Ez a Pongrácz út mentén helyezkedik el. És akkor lesétálok itt a vágányok közt a garázs főbejáratáig. Ott talán van egy pótlóbusz megálló, hogy elmenjünk oda az asztalos híthoz, ahol várhatóan folynak a munkálatok. És akkor ameddig itt bandukolok, kizárólag a képminőség érzékeltetése céljából, majd bevágok ide egy nyúlfalknyi kis Dunaparti jelenetet. Végre érkezik a pótlóbusz, ezzel megyünk most egy megállót. Már szinte teljesen besötétedett, most értem ide a Hungária körúthoz, Hidegkúti Nándor stadion mellé, és akkor itt megnézzük, hogy miben áll a munkálatok elvégzése. Ránézésre egy halom zúzott kő és egy toj-toj WC árulkodik, illetve néhány talpfa és sínszál arról, hogy itt valamilyen munkálatok folynak. A Blaha felől érkező vágány tengelyébe ki van helyezve a vörös tárcsa, és itt már látszik is, hogy a vágány kapcsolat alatt itt is cserélik az alépítményt, és alkalmasint még a talpfákat is. Túloldalon is különféle színes jelölések a sínszálak mellett, és itt vannak a munkagépek, egy ilyen kis kézi úthenger, egy ilyen, nem tudom mi ez, valami aláverő bigyó, gondolom, markológépre szerelhető. És akkor itt van szintén a markolófej. Ezek meg már nyilván kibontott talpfák, mert egyik-másik elég siralmas állapotban van. És akkor szintén ezen az oldalon megyek tovább, mivel azt hallottam, hogy valami nemű kocsiszíni beálló forgalom itt azért egy vágányon szokott történni, az pedig a tőlem jobbra eső vágány, tehát forgalmi irány szerint a Fiumei út felé haladó. Az asztalos híthoz közeledve újabb bontott talpfa halmaz látható,
illetve itt már betonaljak is vannak, meg mindenféle nagyobb betondarabok is húzódnak a vágányok között. No, hát itt a megálló környéken már lehet látni, hogy ismét csak cserére kerülnek a talpfák, betonaljak, és nyilván a zúzott kő ágyazat is friss kövekkel lesz feltöltve, hiszen látszik, hogy itt most per pillanat szint alatt van a pálya. És akkor megyen az ócska vonat is. Nem tudom, ez miféle fajta, de pont vége lett szokás szerint. És akkor ez már itt maga a híd kezdete, látszik, hogy itt is föl van szedve a vágány, egészen az átlapolt dilatációs toldásig, ami így néz ki. Két ilyen hegyes síndarab van össze, tolva, és akkor valamilyen módon, gondolom csavaros kötéssel, laza csavaros kötéssel összerögzítve. Túloldalt még nem bontottak, ha látszik, talán itt van az a bizonyos dilatációs kötés, toldás, és egész pontosan 1-2-3 darab csavaros kötéssel van rögzítve. Még a következő kanyarig lesétálok, hát ha a távolban még látszik valami, hát akkor azt is megnézzük itt a sötétben, de úgy nézem, hogy per pillanat ennyi a történet, és hát ebben a sötétben már nem is látok igen messzire, úgyhogy a Fiumei felé már semmi nem látszik, legalábbis kivilágítva nincsen. Szemben a vágányok túloldalán ott van valahol a Hungária kocsiszín. Sajnos jobban nem tudok rá közelíteni. Újabb egybe bevonatnak a végét sikerült elkapni. És akkor elvileg ezek az utóbbi snittek már szűkebb látókörrel készültek, vagy látószöggel. Hopp, az emeletes egybevonat, de hát azt is lekéstük. Ilyen nap ez a mai. Szinte semmit nem veszek észre időben. És mivel már hazafelé tartok, nincsen már a több látnivaló. Megköszönöm a figyelmeteket. Örülök, hogy ma is velem voltatok. Nyomkodtátok a lájkot meg a feliratkozást. Sziasztok!